Egy kormányrendelet kötelezi a 2021-ben legalább 1 milliárd forintot meghaladó árbevételt elért élelmiszer kiskereskedelmi üzleteket arra, hogy 2023. június 1-e és szeptember 30-a között 20 termékcsoportban heti szinten 10%-os engedményt nyújtó akciót vezessenek be. Egy hét után látható, hogy az érintett áruházláncok a szabályozásnak megfelelően készültek fel és vezették be az intézkedést. Egyes áruházláncok ráadásul rátesznek még egy lapáttal, extra kedvezményeket kínálva. Derült ki egy felmérésből. A 21,5%-os infláció, azon belül a 33,5%-os élelmiszerdrágulás nem tűnik el nyomtalanul, de a kiskereskedelem sokat tesz azért, hogy a vásárlók valóban jól járjanak. Az is kiderült, nőtt a kereslet és szó sincs készlethiányról. Az intézkedés hatálya alá tartozó üzletláncoknak szeptember végéig, vagyis 4 hónapon át a megjelölt 20 termékcsoportban kell heti szinten tehát 10%-os engedményt adni. Makóváros önkormányzata elektronikai hulladékgyűjtést szervez június 12 és 15-e között a Városgazdálkodás 2-es számú telephelyén az Aradi utca 127 szám alatt. A lakosok maximum 25 kg mennyiségig adhatják le feleslegessé vált elektronikai eszközeiket, mint például a számítógép, nyomtató, mobiltelefonok, televízió és rádióberendezések. A használati tárgyak kizárólag egészben bontás nélküli állapotban adhatók le reggel 7 órától 15 óráig. Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a települési hulladék égetésével vagy lerakásával történő kezelése során nem semmisülnek meg, hanem korábbi kötött állapotukból felszabadulva a környezetbe jutva károsítanak.